Luca ült a kocsiban, homlokát az ablaküvegnek nyomta. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy Díj Alapítvány Pécsi Blanka emlékére kuratóriuma az idei tanévben is meghirdette a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszédversenyt, az általános iskolák 5.-8. évfolyamos, valamint az ekkorosztálynak megfelelő középiskolai évfolyamok tanulói részére. A több évtizedes hagyománya a bíró megmérettetés célja a fiatalok anyanyelvi nevelése, a beszédkultúra javítása. Szeretem a könyvet, a tanácsait követem. Csak egy könyv volt életemben, amelynek nem hittem. Krélingné Kovács Tünde igazgató elmondta, Székesfehérvárról és a környékbeli településekről több mint 20 fiatal nevezett ebben a tanévben a szép kiejtési versenyre. Hagyományképpen a gyerekek egy hozott szöveget saját maguk által, vagy a tanár kolléga segítségével kiválasztott szöveget tolmácsolják itt a zsűrinek, és utána pedig egy rövid felkészülés után pedig az itt kapott ismeretlen szöveget fogják felolvasni. Hát lehetőleg hibátlanul. Keller János, az egyik zsűritag kiemelte, felolvasás közben fontos, hogy érthető legyen a szöveg, illetve a hangsúlyozás is. Nem produkciókra vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy egy szöveget a lehető legérthetőbb módon adja át a diák, de természetesen én mindig el szoktam mondani, hogy ez egy verseny, de én azt gondolom, hogy az, hogy találkozunk és együtt vagyunk, és mondjuk irodalommal vagy prózával foglalkozunk, szerintem önmagában egy nagy dolog, úgyhogy szerintem biztos, hogy ez nagyon szép délután lesz, és minden versenyzőt biztatni fogunk arra, hogy ne izguljon és legyen önmaga. A Szép Magyar Beszéd versenyen két csoportban mérhették össze tudásukat a gyerekek. Az 5.-6. osztályból az első helyezett helyi Kazinczy díjat kapott, a 7.-8. osok közül ketten pedig továbbjutottak a Balatonboglári országos döntőbe.